A kisoroszlyak többsége elégedett az utak állapotával. Egyedül a járdák nincsenek még az utcák mindkét felén kiépítve, mondják a helyiek. Ami a magyar lakta részét a falunak illeti, már megtörténtek a kiszélesítések, egyes szakaszokon már a járdák is fel vannak újítva, most bővítik, ahol még nem került sor a járdáknak a felújítására, arra majd idén vagy jövőre sor kerül, valamint az új falunak a főutcáján most fogják kiszélesíteni az utakat, úgyhogy teljes mértékben meg vagyok elégedve. Itt a településen körülbelül hány utca van? Tehát van a fő utcánk, azon kívül azt hiszem pontosan 6 utca van, ami a magyar lakta részt illeti. Az új falu részen ott pedig van nekik is egy fő utcájuk, amin a pravoszláv templom helyezkedik el. 3 bekötő vagy 4 bekötő mellékutcájuk van. Mennyire van megelégedve itt a településen az aszfaltos utak állapotával? Az aszfaltos utak állapota igen jó. Itt a mi részünkben 10 év ezelőtt fel lettek újítva teljesen, és nagyon jó állapotban vannak, jó minőségesen el lettek készítve, úgyhogy elégedett vagyok. Tehát akkor valójában itt a településen mondjuk földes útszakasz nincs is? Azt lehet mondani, hogy nincs. Kisorosznak magyar és szerb falu része is van. Mivel ez egy kis település, mindenki ismeri a másikat, a helyiek jó kapcsolatot ápolnak egymással, emelte ki Talpai Sándor, Nagy Kikinda segédpolgármestere. Hozzátette, idén a szerb falu rész egyik utcáját szélesítették ki. Kisoroszi helyi közösség, mint minden másik helyi közösségnek, attól függ a beruházási lehetőség, hogy az önkormányzattól mennyi anyagi támogatást kap. Én azt mondom, hogy Kisorosznak az aszfalt hálózata, minden utcánk már nagyon régóta ki van aszfaltozva. Mi már ezeket az aszfaltokat csak szélesíteni, felújítani, ez a mi feladatunk. Így az elmúlt időszakban a magyar falu részben történtek eddig jobban ilyen felújítások, meg utcaszélesítések, vagy utcaaszfalt szélesítések. Most éppen a szerb falu egyik fő utcájának a szélesítésének egy része történt meg az idején, és a következő évben ez a felújítás folytatódni fog. De én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a falu kommunális rendezése legyen rendben, hogy az elhagyatott házak előtt ne legyen fejünkig érő gaz, az utcák rendben legyenek téve, úgyhogy úgy gondolom, hogy jelen pillanat a polgármester és a falu is azon dolgozik, hogy az utcájaink minél szebben nézzenek ki. Melyik volt ez az utca, amelyik fel lett újítva? A Szoloni önkéntesek utcájának egy része lett felújítva. Az utcának mint egy fele lett felújítva, szélesítve. Úgy gondolom, hogy Vajdaság ezen részén, vagy Kikindai önkormányzatba hoz tartozó településeken, nem csak Kisoroszon, de Kisorosz még kiemelten mindig voltak olyan vezetői, akik oda tudtak hatni, hogy időben ki legyenek aszfaltozva az utcáink. Úgyhogy biztos, hogy erre külön büszkék lehetünk, hogy az utcáink mindegyik utca, a legkisebb utcától kezdve a legnagyobbig mindegyik utca ki van aszfaltozva, és az aszfaltaink jó állapotban vannak. Ide kell még tenni, hogy eddig ugye Kisoroszon, és hiszem azt, hogy a másik településeken is, a járda egy oldalt volt a fő utcán kívül. Na most néhány évvel ezelőtt Kabók Imre magyar polgármesterként eldöntötte, hogy a másik oldalt is, mind a két oldalt ki kellene betonozni, és ebbe bele lett kezdve, és többek között minden évben bizonyos utca részek vagy utcák a másik oldala is betonozás alá került. Az illetékes hozzátette, a tervek szerint 2020-ra Kisoroszon befejeződik a járdák szakaszos kiépítése, és az utcák mindkét oldala járható lesz.